hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy mackó, egy nyulacska, meg egy csacsi. Ez a három kedves állat úgy döntött, elmennek az Istenhez. Megajándékozzák az Istent. Ezért nagy sürgésforgás közepette, kenyeret dagasztottak, kisütötték azokat, kosárkába tették, és úgy döntöttek, elviszik az Istenhez. Elindultak az úton, és ahogy siettek, látták, hogy az egyik fáról, a madárfészekből kiesett egy fióka. A maci odaszólt a fiókának, fióka, bírd még ki egy kicsit, majd jövünk vissza az Istentől, és visszateszlek a fészkedbe. A nyuszi így szólt a madárkához. Madárka, én megmelegítenélek téged, de nagyon sietek az Istenhez, majd ha jövünk vissza, megpróbálok segíteni neked. A sor végén a csacsi jött, és így szólt a madárkához. Madárka, én nem tudok más neked segíteni, itt hagyom ezt a fél kenyeret. Igaz, hogy az Istennek szántam, de tudom, hogy ha te nem eszel, éhen veszel. Megtörte hát a kenyerét, és ott hagyta a madárfióka mellett. Már messze jártak a többiek, futott utánuk, és éppen hogy csak beérte őket, amikor az egyik bokorba meglátták, hogy egy róka megsebzetten egy csapdában vergődik. A maci csak úgy félváról odavetette neki. Róka, majd ha jövök vissza, megpróbálok kiszabadítani. A nyuszi oda sem mert nézni, hiszen még egy picit félt is a rókától. A csacsi lemaradt, és odament a rókához. Lábával elkezdte rugdosni a csapdát, vérzett a bőre, a húsa, aztán egy jól irányzott rugással sikerült a rókát kiszabadítania. A róka több mint egy hete a csapdában volt. Megfáradtan, éhesen, nagy fájdalmak közepette, feküdt el a csapda mellett. A csacsi megsajnálta őt is. És a kenyérnek a másik felét, amit ugyan ő az Istenhez akart elvinni, ott hagyta a rókának. Fogyaszd el, róka! Szükséged van rá. Látom, az éhhalál környékez. A többiek már Isten kapujában jártak, és a csacsinak bizony csak szedni kellett a lábát, hogy utolérje őket. Nagyon röstelte magát, hogy üres kosárral kell az Isten színe elé állni, de Isten kapujában még éppen utolérte a medvét és a nyuszit. Bementek a kapun, és szembe találkoztak az Istennel. A nyuszi büszkén adta át a kosarát az Istennek. Az föllibbentette a kis kendőcskét a kosárból, és látta, hogy egy csodálatos, frissen sült kenyér van benne. A másik társa is nagyon büszkén adta át a kenyeret az Istennek, föllibbentette a kosárkáról a kendőt, és látta, hogy egy csodálatos kenyér van benne. Amikor a csacsihoz ért, és föllibbentette a kosárról a kis kendőcskét, a kosár tele volt gyémánttal. És az Isten így szólt. Amikor elindultatok hozzám az úton, valamennyien kenyérrel indultatok. De a csacsi jó cselekedetei által a kosarát gyémántokkal hozta el elém. Valamennyien ajándékokkal készülünk Isten elé. De Istennek a legnagyobb ajándék az, hogyha a teremtményein valamilyen módon tudunk segíteni. Ezt tette a csacsi is,
aki ugyan a legcsacsibbnak tűnt valamennyiük közül, mégis ő volt a legkedvesebb a Teremtő számára.